Én ezt nem különlegességnek szánom amúgy, hogy én mezítláb megyek, hisz szerintem annyi énekes nő van manapság, aki nem tudom, vagy mezítláb, vagy akár fehér neműbe megy ki a színpadra. Nagy a boldogság. Milyen érzés? Hogy érzed magad? Nagyon boldog vagyok, nagyon szeretem ezt a produkciót, és szerintem jól sikerült, és örülök, hogy hát azon is egy kicsit, hogy túl vagyunk rajta, mert azért nagy a stressz ilyenkor, de boldog vagyok, hogy bejutottunk a középdöntőbe. A múltkori beszélgetésünkben nem lőtted le a poént, de ugye megint a mezitlábas történet, te léptél színpadra, ez már ugye mondtad, hogy már egy kicsit ilyen kabala, de úgy látszik, hogy bejött. Kabala, bejött, igen, de én ezt nem különlegességnek szánom amúgy, hogy én mezítláb megyek, hisz szerintem annyi énekes nő van manapság, aki nem tudom, vagy mezítláb, vagy akár fehér neműbe megy ki a színpadra, hogy ez nem különlegesség, szimplán tényleg annyi, hogy komfortosan érzem így magam. Ehhez a ruhához meg most őszintén milyen cipő? Tehát, hogy egy tornacipőt nem tudok felvenni, magas sarkúzni nem szeretnék, úgyhogy nem maradt más opció. Nagyon izgultam azon, hogy lenássak a lépcsőn, mert száraz jég volt körülöttem, és attól ugye nehezen lehet látni a lépcsőfokokat, és mindig így kiéreztem, hogy na, itt van, jó, oké, jó lesz, szóval azért kicsit izgultam így is. De azt is megfigyeltem, hogy a sminked is a ruhád összhangban van, ezt kinek lehet köszönni, meg a ruhádról mesélj, mert nagyon szép is. Tök jól áll rajtad. Nagyon szépen köszönöm. Szőnyi Zsófi volt a sminkesem, a stylistom Schreiter Lilla, akivel együtt választottuk ki ezt a ruhát, és a Dézsnek köszönhetem, úgyhogy innen is nagyon köszönöm neked, Melinda. Én azt láttam, hogy a tavalyihoz képest sokkal kritikusabb idén a zsűri. És nyilván meglepődtem, amikor először kaptam egy 6 pontot, így azt gondoltam, na jó, hát akkor ma ki fogok esni. De aztán láttam, hogy utána Tóth Vera 5 pontot kapott, volt, aki 4-et kapott. Tehát, hogy én jónak értékelem ezt a kis 6 pontomat, nagyon köszönöm. És azért ez megtisztelő volt, hogy Filiptől mondjuk 10-et kaptam, és azt mondta, hogy a kedvencei között van ez a dal. És abból a kritikából, amit elmondtak, szerintem ők azért mondják el ezeket, hogy építsük a dal tovább, áthangszereljük esetleg, úgyhogy van kiút ebből, sőt, felfelé út. Készült klip is a dalhoz. Milyen volt a forgatás? Nagyon szerettem ezt a klipet forgatni, és nekem ez az egyik kedvenc saját videóklipem eddig. Szerettem volna mindig is fekete-fehér videóklipet, szerettem volna, ez hülyén hangzik, utcán sétálgatni hidegben, ez megvalósult egy videóklipben, és mindig én szervezem a szereplőket, és ezért mindig a barátaim vannak ott, úgyhogy ez nagyon jó érzés, hogy együtt ott vagyunk egész nap. Nyilván fárasztó, de jól érezzük magunkat. Meg ugye a története a klipben, hogy ugye amerre jársz, úgymond, hogy pozitív dolgokat próbálsz is sugallni az embereknek. Igazából az van, hogy ez a dal önmagában negatív, mivel az erőszakról szól. De mivel én Bogi alapjáraton egy pozitív kaliberű ember vagyok és előadó, ezt valahogy megpróbáltuk ebbe visszafordítani, és hogy van kiút ebből az állapotból, és akkor ez nagyon jól sikerült, úgy tűnik, mert neked is átment így ennek az egésznek az üzenete. Ez így van, úgyhogy én hagylak is, bulizzál, és sok sikert a következő középdöntőben. Köszönöm szépen, sziasztok!